Sziasztok! Megnyílt Medált ritkaság boltja, ahol Csabus a relikviákat vehettek. Egyelőre nem nagy a választék, de folyamatosan bővülni fog, sőt, ti is nyugodtan írjátok meg, hogy mit látnátok itt szívesen. A link a leírásban, jó böngészést! Sziasztok! A múlt héten a Mojang kiadott egy olyan snapshotot, amiben új típusú command blockok vannak. Nem szoktam snapshotról videót csinálni, de hát ha már command block, ugye command block sensei vagyok, akkor hát erről hagyj ne csináljak már. Akkor ugye hirtelen nem volt időm, úgyhogy kicsit tolódott ez a dolog mostanáig, viszont most megint változtattak rajtam. Úgyhogy el is gondolkodtam rajta, hogy esetleg még korai ez a tutoriál, majd csak a végleges verzióban kéne, de végül is 5 perc tépelődés után arra jutottam, hogy megcsinálom most ezt a tutoriált, hogy addig is tudjátok használni, és legfeljebb majd a végleges 1.9-ben újra előveszem, de hát úgyis fogok szerkezeteket építeni, amiben valószínűleg el fogom mondani, hogyha valami új van. Na, szóval új command blockok. Látjátok, a textúra is megváltozott. Igazából a nagy újítás az, hogy most már van iránya is a command blocknak. Magunknak adni command blockot ugyanúgy lehet, mint eddig. Ezzel Minecraft command block, ugye az eddigi, most már impulse a neve egyébként. Aztán van egy repeating command block, az így néz ki. És van még egy chain. Egyébként elég, ha csak az egyik van nálunk. Chain command block. Elég, ha csak az egyik van nálunk, mert itt van egy gomb. Hát ugye ez a három gomb az új dolog. És ez a bal oldalsóval lehet állítani. Most ugye az alap az impulse, és akkor chain, és meg a színe is megváltozik. És a textúrája. Na, tehát az impulse, ami eddig volt, ha a jelet kap, akkor lefutatja a parancsot. Igen. A repeat az azt tudja, tulajdonképpen az órajeleket váltja föl. Tehát, hogyha egy jelet kap, akkor folyamatosan futtatja a parancsot. Ezek az új command blockok igazából nagyon új dolgot nem adtak bele, hanem a meglévő dolgokat egyszerűsítik le. Tehát semmi új parancs nincsen, vagy hogy is mondjam, funkció. Tehát ugyanazokat meg lehet csinálni, csak itt sokkal egyszerűbben és processzor kímélőbben. Tehát látjátok, hogy egy fill-clock helyett, ahol blokkokat rak le, meg frissítenie kell, vagy egy olyan órajelnél, ahol ugye az a reston villog, ahelyett csak ugye egyetlen egy blokk, tehát sokkal jobban kímélni a processzort. Jó tud. És akkor van ez a chain, ez így alapból nem futtatja le a parancsot, ez akkor fut le, hogyha a rámutató command block is lefut. Most így rakom, ebben mondjuk az lesz, hogy B. És így ebben is a sorrendben fog, ebben a sorrendben fog történni, hogy előbb ez fut le, és akkor emiatt ez is. Ó, persze, és jelet is kell kapnia, tehát nem csak úgy. Így, és akkor B, A. Ja. Így nem fog lefutni, mert mondom kell, hogy jelet is kapjon. Így már lefut, B, A. Jó, és akkor ugye ennek azért az a neve, hogy chain, mert akkor ezt így lehet folytatni. Így, ez így továbbítódni fog. Há, és milyen cseles, automatikusan always aktívra állítja, azt nézem. Aha. Előző felvételnél megviccelt vele. Cseles. Ugyanis van egy gombit oldalt, amit az előbb mutattam. Hogy mutassam. Mutatom a repeater, vagy az ismétlősnél, mert annál a leghasznosabb ez a gomb. Ez a needs reston alapból. Most így nem történik semmi, de erre rákattintok, akkor átállít always active-re, ami azt jelenti, hogy minthogyha mindig jelet kapna, ezt jelenti, és akkor így önmagában megy, tehát még ezt az egy blokkot is megspórolom, ami aktiválja őt, arra jó. És akkor ugyanez a itt a repeateresnél is, vagy mi a chainesnél is ugyanez. Itt automatikusan arra kapcsolja, hogy always active, hogy kényelmesebb legyen, ugye. És akkor itt végig fog menni a jel. Nem feltétlenül kell, hogy legyen benne parancs. Tehát most itt van, hogy ez a B, ez az A, és akkor itt a végére rakok egy C-t is. Így. B, C, A lesz. De hogy is B, A, C lesz. B, C, és...
Ja, mert ez nincs restonon van. Át kell ítani, igen. És most már mindegyik lefut. Most itt kísérletezek egyet, itt a középsőt átállítom, hogy kelljen hozzá restone. BLC, ugye? Aha, BLC. Igen, mert nem fogja lefuttatni a benne lévő parancsot, ez azt mondaná, hogy e, nem fut le, de ettől függetlenül tovább megy ez a jel. Ez a jel nem restone jel, tehát. És lerakok egy újat ide. Ugye erre mutat, itt mutatja a textúra. Ide rakok egy restone-t, és azért rakjunk bele valamit. Na, szokásos szöveget. És akkor aktiválódik, de nincs restone-jel, tehát nem helyettesíti a komparátort, de az mégis valami olyasmi. Jó, és akkor maradt még egy gomba középső, ez a unconditional alapból. Két érték egyébként ezt lehet váltani, conditional vagy unconditional. Ennek az a lényeg, hogy a rámutató command block, annak le kell futnia, vagy sem ahhoz, hogy ő lefusson. Na, ez jobb, hogyha mutatom, mert így... Azt még nem próbáltam, hogy egyszerre több mutat rá, de majd mindjárt kipróbálom azt is. Hogy is csináljam? Mondjuk mutatom először ezekkel, most itt ebben lesz egy... Ezt átállítom arra, hogy conditional, tehát hogy kelljen neki. Ilyenkor is megváltozik a textúra, ugye? Ebben pedig nincsen semmi értelmes. Ezt most így próbálom lefuttatni, így alul írja is, hogy ez így nem jó. És akkor, hát ez pedig nem fut le így alapból. Hiába kap jelet, arra van állítva, ez a conditional azt jelenti, hogy akkor fut csak le, hogyha a rámutató is le tudott futni. Most nem tudott lefutni, tehát hiába kap jelet. Ha ide valami értelmeset írok, ami le is tud futni, akkor onnantól kezdve ez is tud. És akkor azt még nem próbáltam ki, hogy akkor most... Ez most fölfelé mutat. Hogy akkor most mindegyik rámutatónak kell. Elég egynek, aha. Ezt most itt resetelem, így nem. Ha ebben van valami értelmes... Akkor sem. Aha. Akkor kifejezetten ami mögötte van, de ez lehet, hogy változik, tehát... Meg még ki tudja, mi lesz, nekem is kicsit új a dolog, nincsen benne a kezemben, látjátok, ezt is most kísérleteztem ki. Jó, a chainnél is, gondolom ennél a chainnél lesz majd érdekesebb ez a dolog. Tehát, akkor maradjunk az ABC-nél, C, A, C, B, C, 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 D. És ezek ugye, hát alapból always aktív ráállítja, olyan okos, nem tudom, ez így fog-e maradni, és jó ez így. Végülis kényelmes, tehát jó, hogy nem kell mellé restont rakni, tehát talán jó lesz így. Na, ez most így végig fog menni, hogy A, B, C, D. Ja, akartam ide egy sortörést. Igen, de mondjuk ezt itt elírom, ez így nem fut le értelmesen. Ezt pedig átállítom arra, hogy conditional. Ez meg csak akkor fut le, hogyha előtte lévő lefut. Tehát most lesz egy ánk, ez nem értelmes, ez nem fog lefutni, mert az előtte lévő nem értelmes, ez pedig egy D, tehát AD, és akkor AD. És akkor így úgy lehet ilyen összetettebb rendszereket csinálni, mondjuk azt is el lehet képzelni, hogy itt van egy ilyen ismétlős, ami folyamatosan D-t mond, ne, az már volt, akkor legyen a A-t mond, akkor ez ismétlődik, és mondjuk itt nem egy hülyeség van, hanem valami értelmes parancs, mondjuk egy test for, hogy milyen kettes sugarú körön belül vagyok, és akkor az így fut, akkor nem tud látni, de lényeg, hogy most van benne C is, ott látjátok, ha messzebb megyek, akkor így eltűnik belőle a C. Na most is hirtelen egy ilyet dobtam össze, de tényleg rengeteg mindenre lehet használni. Egyébként nagyjából ugyanazokra, mint eddig, csak hát sokkal kisebben, tehát látjátok egy ilyen rendszer, most így ez itt komparátorokkal lenne, meg restonnal, meg fill clockkal, vagy bármilyen clockkal. Jó, nem tudom, ebből valószínűleg még úgyis lesz tutorial, de most így hirtelen ennyi, aztán végigmentem az összes funkción.
Ebből a chaint ugye így... Hát azt mutattam, hogy tud kanyarodni is. Ja. Jó. Hát akkor azt mondjátok egészséggel a kézikönyv óvjam.